Mintegy 50 millió forintos forrásból valósult meg több épület energetikai korszerűsítése a megyénkbeli Nyírtason. A fejlesztéstől az érintett intézmények gazdaságosabb működtetését várja a település önkormányzata. Köszöntöm a stúdióban Jenyei Erzsébetet, Nyírtas polgármesterét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen stratégia mentén és milyen koncepciók mentén alakítják a fejlesztéseket Nyírtason? Mindenképpen olyan fejlesztéseket szeretnénk véghez vinni, amelyek gazdaságosak, fenntarthatóak számunkra, és hát nem vagyunk megalomániások éppen, ezért lassú léptekkel, de biztosan haladunk előre a fejlesztések terén. Mik a főbb célok? Az élhetőség biztosítása a településen, vagy a megélhetés biztosítása? Mik a prioritások? Élhető település. Én azt gondolom, hogy mindannyian településvezetők azt a célt tűztük ki, hogy élhető településünk legyen, legfőképpen nyilván mi is erre törekszünk. A megélhetés is nagyon fontos, de tudjuk, hogy ez inkább a nagyvárosokban, tehát a megélhetés az emberek számára a nagyvárosokban biztosít munkalehetőséget, úgyhogy igazából mi szűk keretek közé vagyunk egy kicsit szorítva. Nyírtashoz képest milyen távolságban találnak munkát? Én azt gondolom, hogy aki szeretne munkát találni, azért már az talál, hiszen Kisvárda 15 kilométerre található hozzánk, 30 kilométerre van Nyíregyháza, nagyon sokan Nyírbátorba járnak, buszközlekedés van, tehát úgy gondolom, hogy mindenki tud munkát találni már, aki akar. Nos, akkor mik azok az intézmények, amelyek ezt a bizonyos élhetőséget tudják biztosítani Nyírtason, és milyen színvonalon működnek ezek? Igazából egyesített szociális intézményünk van, amely 5 feladatot lát el. Gyakorlatilag óvodát működtetünk, iskolánk van, településgazdálkodási non-profit Kft., valamint nyilvánvalóan a polgármesteri hivatal az, amely munkalehetőséget is biztosít egyúttal az ott élő emberek számára. Melyek azok az intézmények, amelyek ebben a fejlesztésben most előnyt élveztek? Legfőképpen először is a polgármesteri hivatal, az óvoda és az iskola épülete újult meg két ütemben. Az egyik az egy nagyon komoly energetikai fejlesztés, amely 150 milliós nagyságrendben zajlott, 2015. decemberében fejeződött be, és ezt kibővítve egy újabb energetikai fejlesztés kapcsán a TOP 321 pályázat segítségével szintén gázkazánok lettek beépítve, új modern kazánok lettek beépítve ezekbe az épületekbe, és így költséghatékonyan tudunk most már működni. Mennyire emelkedett a komfortfokozata ezeknek az épületeknek? Jelentős mértékben. Azt gondolom, hogy már csak erre vártunk igazából, úgyhogy ezzel maximálisan komfortos épületek várják az ott dolgozókat és az ott a látogatókat egyaránt. Hány gyereket érint ez a felújítás? Igazából Nyíltas nem egy nagy település, egy ilyen 2050 fős település körül vagyunk. Jelen pillanatban mintegy 200 gyermeket érint az óvodát és az iskolát tekintve. Mennyi az a megtakarítás, amit ezzel el lehet érni? Gondolom, számításokat végeztek. Természetesen ez több mint 1 millió forint az, ami éves szinten a költségvetésbe megmaradhat pontosan azáltal, hogy ezek az épületek komfortosabbak és energiahatékonyan tudnak működni. Kellett-e önerőt biztosítani ehhez a pályázathoz? Nem, hál' Istennek ezek mind 100%-ban támogatott projektek voltak, nem kellett önerőt biztosítani az önkormányzatnak. Mik a jelenleg is futó felújítások vagy következő célok? Szintén egy újabb TOP projekt keretében 3 épületünk fog megújulni, az Egyesített Szociális Intézmény épülete, az orvosi rendelő és az ifjúsági házunk, amely szintén egy nagyobb mértékű energetikai fejlesztésen fog keresztül esni a közeljövőben. Mit jelent ez pontosan? Szintén hasonló, mint az előző topos projektünk, új modern kazánok lesznek beépítve, napelemmel, napkollektorral lesznek ellátva az épületeink, illetve az ifjúsági házunk pedig egy szigetelésen is át fog esni. Mik a távolabbi jövőnek a feladatai? Mi az, amiben már most gondolkodniuk kell? Hát mindenképpen egyrészt van 3 nyertes magyar falus projektünk, ezeket minél hamarabb elkezdeni befejezni, illetve a Magyar Faluban szeretnénk benyújtani pályázatot szolgálati lakás kialakítására. Itt a leendő majdani új orvosunkat szeretnénk majd elhelyezni. Aztán van egy omladozó kastélyunk, azt kell, hogy mondjam, tényleg sajnos omladozó, ezzel valamit kezdenünk kell, illetve a település teljes egészén megoldatlan a belvíz kérdés. Ezt szeretnénk a közeljövőben nyilvánvalóan az egyébként is mindennapi gondok, problémák mellett megoldani, illetve a ravatalozót felújítani. Milyen lehetőségek vannak ezekre a beruházásokra? Mi az, amit már látnak?
Amit már látunk, az azok a kisebbek, tehát ha Magyar Faluban tudunk pályázni és sikerül is nyernünk, akkor akár a ravatalozó megújulhat, vagy az a szolgálati lakás, amit elmondtam. Az utak fejlesztése, illetve a járdák fejlesztése az természetesen folyamatos, ezeket látjuk. Ami számomra kétséges, az a kastély mindenképpen, ami egy kicsit szerencsétlen megoldásként egybe van építve egyébként az új modern iskolánkkal, illetve amire most nem látok forrást, az a belvíz. Nekünk ez túl nagy falat, már olyan szinten értem, hogy ez egy ilyen 1 milliárdos beruházás lenne a teljes település egészét érintve, amire most én még nem látok forrást. Van-e már valamilyen együttműködés ezzel kapcsolatosan, hiszen gondolom nem Nyírtas az egyetlen, ami ezzel a gonddal küzd? A belvíz. Igen. Kérdése? Hát a belvíz problémák azért gyakorlatilag minden településen folyamatosan oldódnak meg, ahol kisebb léptékű lehet a fejlesztés, ott azért az elmúlt időszakban volt rá forrás és lehetett rápályázni. Mi is megbontottuk ezt a kérdést, tehát 2 ütemre, de még akkor is nagy forrást igényelni, illetve magas forrást igényelne, de mint mondtam, nem nagyon látok rá jelen pillanatban, sem a TOB-ban, megyei pályázatokban és EU-s pályázatokban sem forrást. Mi a legnagyobb vonzereje Nyírtasnak? Mennyire képes megtartani a lakosságot? Mekkora a mozgás? Mint ahogy minden ilyen kisebb falu, mint mi, küzd nyilván az elnéptelenedéssel. A fiatal, főleg a magasan kvalifikált fiatalok elmennek a település, illetve hát elvágynak innen, de azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányzati intézkedések, akár például a magyar, tehát a falusi csok és más egyéb kérdésekben azért egyfajta fejlődő tendencia figyelhető meg, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy vannak olyan dolgaink, van lovardánk, van a taléros rendezvényház, ami szerintem már azért itt a megyében is, illetve országos szinten is sok mindenki számára ismert lehet, vagy nem tudom, hogy mennyire tudják azt, hogy van egy Mangalica telepünk például, Olmos és Tóth Kft., és nálunk van, amely úgy gondolom, hogy vonzerővel bírhat, főleg, hogyha a településünk esztétikus, szép látképet, látványt mutat, és erre törekszünk, hogy ez így legyen a jövőben. Mennyire aktívak az ott élők? Mennyire viselik a szívükön a település sorsát? Én azt gondolom, hogy meg lehet őket mozgatni, nyilván nagy energiát kell befektetni, de lehet számítani a nyírtasiakra mindenképpen. Van-e energia és lehetőség kulturális rendezvényekre? Mindenképpen természetesen is igyekszünk, és pontosan most is azon törtem a fejem, hogy milyen olyan rendezvényt, illetve rendezvénysorozatot szervezzünk, amelyel egy picit nem csak a nyírtasiakat, hanem a környékbelieket is nyilván meg lehet mozgatni, és nyírtasra lehet vonzani. Így legyen. Polgármester asszony, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióban.